A leköszönő államfőről írt cikket a magyar nemzet. A szerzők szerint Áder János úgy vonulhat be a történelem mint a Nemzet Egyesítés szimbolikus köztársasági elnöke. A lap úgy fogalmaz, Áder János nyugodt lelkiismerettel adhatja át a stafétát utódjának Novák Katalinnak. A Nemzetegyesítés elnöke Áder János felelősséggel látta el a rárót kötelezettségeket. Ezzel a felütéssel kezdődik a Magyar Nemzet cikke, amely a leköszönő köztársasági elnök munkásságát méltatja. Farkas Vajk és Szántó Miklós írása úgy fogalmaz, a leköszönő államfő szolgálataként tekintett a megbízásra, és világos ideáért dolgozott, a haza minden előtt. A rendszerváltoztatás utáni 5. magyar köztársasági elnök mandátuma hétfőn járt le. Áder János 10 évet töltött a Sándor palotában. Dr. Áder János köztársasági elnökké Megválasztotta. Ez idő alatt, ahogy a cikk is fogalmaz, a nemzet egészét képviselte. Áder János minden esetben ezzel a meggyőződéssel lépett fel, így tudta átadni elnöksége több mint 9000 állami kitüntetését, így vett részt a pápai szentmiséken Csíksomjon és Budapesten, és egyebek mellett így szólalt fel az uzvölgyi temetőben történt kegyeletsértések miatt is. Tíz év alatt összesen 1775 törvényt írt alá, 37 törvényt küldött vissza az országgyűlésnek és nyolc esetben fordult alkotmánybírósághoz. A legturbulensebb időkben kellett államfőként helytálnia, fogalmaz az írás, majd úgy folytatja a gazdasági válság és utóhatásai, a migrációs krízis, és az egy évszázada nem látott mértékű, az egész világot csújtó pandémia szabta meg az elnöki terét. Ráadásul megbízása végén háború indult Magyarország szomszédságában, amely magyar nemzetrészeket is érint. Mádül Ferenc tudta, mi a fontos, mi a lényeges, hol a hangsúly, minek kell a középpontba kerülnie. Az ő válasza, legelőször is talpig embernek lenni, egyenesnek, hitelesnek. Csak így lesz valakiből jó diák, jó tanár, jó jogász, hiteles tudós, hiteles miniszter, vagy éppen jó és hiteles köztársasági elnök. Áder János tavaly a fiumei úti sírkertben elügyjére emlékezve fogalmazta meg ezeket a gondolatokat. A magyar nemzet úgy fogalmazott, Áder János talán egyik legnagyobb érdeme volt az, hogy Mádel Ferencet tekintette követendő példának, és nem a néhai göncárpádot, akinek államfői munkásságát végig kísérte a görcsös megfelelési kényszer, a posztkommunista hatalmi elit és az őt jelölő SZDSZ irányába. Elnöksége során elkötelezett volt a teremtett világ védelmével kapcsolatban is. A két államfői ciklus alatt pedig több mint 800 ezer új magyar állampolgár vált az aláírásával jogilag is, ismételten a Magyar Nemzet részévé. A Magyar Nemzet úgy fogalmaz, nem túlzás azt állítani, hogy a leköszönő államfő úgy vonulhat be a történelemkönyvekbe, mint a nemzet Egyesítés szimbolikus köztársasági elnöke. Köztársasági elnöki tisztségemet Köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Áder János mércéje a beiktatása pillanatától világos volt, hazáját szolgálta, a magyar nemzet azt írta, Áder János ekkor olyan magyar emberként jellemezte magát, aki hálás szívvel áll nemzete előtt. Az egy évtizednyi államfői szolgálat után pedig most a nemzet gondolhat hálás szívvel az elnökre, zárul az írás.